A Family Guy imád önironikus lenni, és mi is imádjuk. Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornán, ahol ma az Unibet támogatásával 10 alkalmat hoztunk el a Family Guy-ból, ahol áttörik a negyedik falat. I want those cameras off! Fourth wall! You're breaking the fourth wall! Ezen a listán a Family Guy történetének legviccesebb és legöntudatosabb pillanatait gyűjtöttük össze, és a humoruk, eredetiségük és témájuk szerint rangsoroltuk őket. Come on, everybody, let's go to the mall. It's time for the Christmas carnival. It's Stewie's first Christmas. Again? Tizedik, műsorújság. Ó, az öreg tévés műsorújság. A Family Guy alkotói biztosan emlékeznek rá, mert a 8. évadban kapott egy részt, amiben Peter meghallja, hogy a városba látogat a rodeó, és azonnal jelentkezik cowboynak. And for those of you who are handy with a horse, entry spots are still open. Oh god, this seems like the kind of thing Peter... Too late, Brian! Hogy megnyugtassa Lois-t, Peter rámutat a TV újságban, hogy az eheti részben úgyis bajba kéne keveredni a rodeón. Ez részben igaz is, mert egy bika molesztálja szexuálisan. Könnyed szórakozásra számítottunk, nem fordított zoofiliára. Persze az újságok gyakran túloznak, szóval nem kéne meglepődnünk. Sunday, here it is. Peter gets more than he bargains for when he joins the rodeo. Boy, did I. And Meg dates a prison escapee! Oh no! Luke, run! 9. Chris még nem áll készen a flashbackekre. Chris nem éppen a Griffin család agya, valószínűsíthetőleg ő a legbutább. I love the Christmas carnival! Chris, calm down. You're giving yourself a nosebleed. Annyira hülye, hogy egy egyszerű flashbackre sem képes. Amikor együtt vacsorázik a család, Chris azt mondja, hogy ez még annál is vadabb, mint a vacsi Sullivanéknél. Ekkor átváltunk Sullivanékhez, ahol Chris illedelmesen megdicséri Mrs. Sullivan főztjét. Ez a tökéletes antivic, Peter és Lois pedig letolják Chriszt, hogy még egy egyszerű visszaemlékezésre sem képes. That was just awful, Chris. Terrible. He is not ready for flashbacks. No, he is not. Ironikus módon az elrontott visszaemlékezés viccesebb, mint pár komolyabb poén a későbbi részekből. 8. Családos csóka vagyok. Úgy fest, Peter nagyon izgatott lesz attól, ha egy filmben kimondják annak a címét. Oh boy, I usually only get this excited when they say the title of a movie in the movie. Ráerősítve a viccre láthatunk egy jelenetet, ahogy Peter a moziba megy és olyan filmeket néz, amiben kimondják a címét. Mint például a Végveszélyben, a Lesz ez még így se, vagy a Superman 4, a Sötétség hatalma. Az epizód későbbi részében pedig le kell húzódniuk, Brian pedig letartóztatják marihuána birtoklásért. Az egyik rendőr még be is szól neki, hogy elítéli a tettét, mert ő már családos, és Peter ezen teljesen felpörög. You're under arrest, dirtbag! Oh, come on! I don't appreciate drug addicts in my town. I'm a family guy. Ezt a viccet sokkal bénában és erőltetettebben is előadhatták volna, így büszkék vagyunk az írókra. 7. A befejezetlen út. Ebben a 10. évados epizódban Kegmajor el akarja csábítani Meget, mert az betölti a 18-at. Terve az, hogy elviszi a szex kabinjába. Mert hát persze, hogy van neki, ám Lois meg Peter megpróbálják őt előbb levadászni. Peter, Quagmire has a name for that cabin. He calls it his sex cabin. No, he doesn't. He calls it the stuff it in. Viszont dugóba keverednek, mert a Family Guy animátora nem rajzolta meg az utat előttük. Remek vizuális poén, amit teljesítesz a fehér látkép, a befejezetlen út és párfa skicce. Az egyik legokosabb vicc, amit eddig csináltak a negyedik fal áttörése kategóriában, még ha nem is a legerősebb a sorozat életében. Come on, guys, really? Let's go! What the hell's going on up there? Oh. 6. A gyáva oroszlán nőgyógyász. Hogyha pedig egyszerre vágytok kreatív és szakadós jelenetre, akkor a gyáva oroszlán nőgyógyász jelenetet javasoljuk. Itt Kevin váratlanul betoppal a Griffin házba, Peter pedig egy abszurd flashbacket készít elő Benedict Arnold Drummonddal. So I came home. Well, it sounds to me like you're a regular Benedict Arnold Drummond. A Family Guy producerei viszont nem tudnak mit kezdeni a zavaró jelenettel, és miközben szétszélednek, benyomják a gyáva oroszlános jelenetet, amiben ő Lindsay Lohan nőgyógyásza. Ettől Peter egyre frusztráltabb lesz, amiért ilyen szinten nem profik. Ez pedig egy negyedik falon belüli, negyedik falas poén, ami még több mini viccet tartogat magában. Minden tiszteletünk az íróknak. What the hell is going on up there? 5. Kedves Family Guy. A Family Guy írói tisztában vannak azzal, hogy mennyire sértőek tudnak lenni, és szeretnek egy lépéssel a nézőik előtt járni. Ez a helyzet ezzel a résszel is, ahhoz Stewie a télapú gyárát egy Connecticut-i városhoz, Bridgeporthoz hasonlítja, ami hasonlóan industriális és gyárakkal teli. This can't be it. This can't be Santa's workshop. This looks like Bridgeport, Connecticut. Brian azt mondja Stewie-nak, hogy készüljön a dühös levelekre, amiket majd a csalódott Bridgeporti lakosok küldenek a Family Guy íróinak. Viszont itt még nem áll meg a poén, és jönnek a Bridgeporti beszólások, mint amikor a panaszkodó levélíró mögött a háttérben a gettós ipartelepet látjuk, és a város előnyeiről beszél.
I'll have you know that Bridgeport is among the world leaders in abandoned buildings, shattered glass, boarded up windows, wild dogs, and gas stations without pumps. So eat my piss, Jew writers! Szerencsére a valódi bridgeporti lakosok értették a viccet. Negyedik, összezavarják őket a régi flashbackek. Ez az egyik legkreatívabb rész valaha, ami csodálatosan mutatja be, hogy miről is szól a negyedik fal áttörése. Itt Brian és Stewie visszautaznak az időben az első epizód idejére, és nézik a családot értetlenül, ahogy azok csak egy helyben állnak mozdulatlanul a konyhában, miközben egy flashback megy. Wait, what are they doing? I don't know, they're just standing there like zombies. Do you think they're all right? I'm not sure. A viccet tovább tolják, és egyre metább lesz, ahogy ezzel párhuzamosan a jelenben a Family Guy színészei csak ücsörögnek a bejátszás közben, és lazulnak a telefonjaikkal. Szokássá vált az elnyújtott bejátszások használata, és Peternek még arra is van ideje, hogy rágyújtson, miközben az El Harrington gag ment. Ez ismét egy negyedik falon belüli negyedik fal. Oh my god, is that what we did back then? Harmadik, Peter lezuhan a lépcsőn. Azt biztosan állíthatjuk, hogy erre bizony senki sem számított. A Simpson család kanapés variációit leszámítva a legtöbb sorozat intrója konzisztens marad, és a többség egyszerűen csak elnyomja azt, mert ráunt. Hogyha ennél a résznél is így tettetek, akkor lemaradtatok egy fantasztikus poénról. Az intro során Peter leesik a lépcsőről, és rázuhan egy háttértáncosra. No, I think you should call somebody. Azt is látjuk, ahogy a kamera szöge megváltozik, és látjuk a stúdió falait, majd Stewie jelzi a kameramennek, hogy kapcsolja azt le. You know, you should probably go ahead and shut that off. Remek poén volt, ami áthúzta a nézők számításait, és az egyik legkreatívabb nyitány volt valaha. Második, a szomorú Michael J. Fox jelenet. A műsor egyik legkegyetlenebb poénja volt, amikor Peter elmondja Briannek, hogy a fehér ingét elrontotta Michael J. Fox egy borkostolón, amit a házában tartott. You only have two white shirts? Well, I had a third one, but it got ruined at that wine tasting at Michael J. Fox's house. Mind tudjuk, hogy hova tart a vicc, de a műsor húz egy váratlant, és a kegyetlen bejátszás helyett Petert látjuk egy fehér háttér előtt, ahogy a viccről beszél, ami túl szomorú lett. Elmondja, hogy Michael nagyon kedves volt az esettel kapcsolatban, és még egy jacket is írt Peternek a kár miatt, de azt nem tudta beváltani, mert olvashatatlan volt az aláírása. Viszont a bejátszás végén Petert értesítik a kamerán kívülről, hogy mégis bejátszák a geget, és a Family Guy ismét azt teszi, amiben a legjobb, megsérti a celebeket. Oh wait, now they're telling me they do want to show it. I really like the finish on this charade. Son of a bitch, what is your problem? Imádjuk Michael J. Foxot, így ez a jelenet kicsit fájdalmas volt. Nem is nagyon tudjuk eldönteni, hogy vigazdíjast vagy szégyenteljes helyezettet mondjunk, mindegy is, lássunk ezek közül párat. Old people are gross, no matter how cute they try to make them look on Desperate Housewives. Go ahead, switch over to ABC for 5 seconds. I'll wait 5 seconds. Oh my god, did you see? Did you see how old and ugly they are? That's right, Cleveland had a deli. We should check there. If they die, I'll have nothing to watch on Wednesdays. Other than the fine programs on Fox. Everybody, I got bad news. We've been canceled. Oh no, Peter, how could they do that? Well, unfortunately, Lois, there's just no more room on the schedule. We've just got to accept the fact that Fox has to make room for terrific shows like Dark Angel, Titus, Undeclared, Action, That 80s Show, Wonder Falls, Fast Lane. Oh, look at his face. He looks like Oliver Platt climbing a flight of stairs. Hey, that's a low blow. I'm gonna call the network and complain. Where's the phone? It's upstairs, Oliver. Yeah, they know what they did. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen 2-től szombatig minden nap új videó kerül ki a csatornára. Majd nyomd meg a kis harangombot, hogy első között értesülj legújabb tartalmainkról. Első, csak egy mese. Emlékeztek még, amikor csak Bridgeportot szivatták a Family Guy-ban? Nos, itt egy teljes részt szenteltek a 7. évadban annak, hogy a nézők agyát húzzák. Peter 20 percen keresztül illetlen megjegyzéseket tesz Chris új barátnőjére. Wait, Lois, knock it off for a sec. Connie, you are really pretty. I mean, you have filled out something wacky. Oh, thanks, Mr. Griffin.
I like what you're doing with your boobs. Dad! A rész végére Connie-t fellökik egy buliban, és Peter odamegy, hogy kijelentse, a lánynak segítségre van szüksége. Ekkor ráfekszik a testére, és tudva, hogy ez a nézők többségénél az utolsó cérna szál, a kamerában néz, és meggyanúsítja a nézőt, hogy betegek, és kiforgatják a valóságot. Pedig valójában semmi rossz nem történik. Ez remek példa a sorozat öntudatos és önironikus mivoltára, hogy képes direktben megszólítani a nézőt, és a gondolataikat visszavetni rájuk. Mindezt intelligens humorral tálalva, ez pedig a tökéletes negyedik faláttörés. Man, your dad must be proud. Ti ismertek még ehhez hasonló pillanatokat a sorozatból? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!